Tisztelt elnök urak, kedves kollégák! Én mielőtt erről beszélnék, én csak azt szeretném mondani, hogy itt az asztalnál azok a Magyar Pszichiátriai Társaság történetében, megalakulásában és történetében legjelentősebb szereplőinek tőlem balra, aki úgy gondolom, hogy a magyar pszichiátriáért és a magyar lelki egészségén nagyon-nagyon sokat tettek. Ezt úgy is, mint belépő elnökként mondom, és úgy is, mint annak idején egy pályakezdő orvos, aki 1980-ban ezt a bizonyos alakuló nyilatkozatot aláírta, és akkor nagyon nagy lelkesedéssel tekintettünk a jövő elé, és nem gondoltuk, hogy a egyik oldalról ilyen nagy ívet fut be a pszichiátria, másik oldalon pedig az a stigmatizáció megmarad, ami sajnos nem csak a pszichiátriai betegeket, hanem a pszichiátriai betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozókat, nem csak pszichiátereket, hanem valamennyiünket érinti. Az európai folyamatok közben változtak, és az Európai Unió megértette azt, a 2005-ben volt egy WHO és az Európai Unió által szervezett konferencia Helsinkiben, ahol elindult az úgynevezett zöld könyv, amely fölhívta az Európai Unió mentális egészségére a figyelmet, és az, hogy ez az egyik legfontosabb, a jövőt meghatározó gazdasági tényező is. Manapság minden negyedik Európai Uniós állampolgárnak van valamilyen többé-kevésbé súlyos vagy enyhe mentális problémája, tehát minden negyedik embert érint ez a kérdés. Az Európai Unióban az öngyilkosság aránya egy évben, a befejezett öngyilkosság aránya egy évben 60-63 ezer európai polgárt érint, amely azt jelenti, hogy egy kisváros eltűnik Európában. És önmagában a depresszióról már Füredi professzor úr beszélt, hogy az egyik legnagyobb gazdasági terhet rógó kérdés a társadalomban. Ugye a zöld könyv után 2008-ban létrejött a Lelki Egészség Európai Paktuma, amelyet Brüsszelben legmagasabb szinten írtak alá, amely 5 úgynevezett elsőbséget vagy prioritást határozott meg. Ezek közül a depresszió és öngyilkosság, a fiatalok lelki egészsége, az időskor és az időskori mentálhigiéné kérdése, ugye egy idősödő Európában, a munkahelyi lelki egészség kérdése és stresszmegelőzés, és végül az ötödik a nem véletlenül a stigmatizáció kérdése, amely mindezt áthatja, és ha tetszik, hanem a stigmatizáció okozza a legnagyobb gazdasági kárt direkt és indirekt módon valamennyiünknek. Magyarország is csatlakozott ehhez a folyamathoz. 2010-ben néhányan itt vannak azon újságírók között, akik részt vettek, 2009-ben december 10 és 11 között itt Budapesten került megrendezésre az Európai Unió, a WHO támogatásával, a svéd elnökség részvételével az a konferencia, amely Európában a depresszió és öngyilkosság kérdésével foglalkozott. Ugyanakkor már szintén korábban volt szó, hogy már 2005-ben elkészült az a éppen Bitter professzor által vezetett és harmadta elnök úr is részvételével zajló lelki egészség országos programja, amelynek elfogadása miniszteriális szinten 2009-ben történt. Tehát volt 4 év, amikor a program készen állt, és mi közben bezártuk az OPNIT, mármint hogy a többes szám, az királyi többes, mármint bezárásra került az OPNI a szakma legnagyobb tiltakozása ellenére, arra való hivatkozással, hogy az Európai Uniós folyamatok ezt indokolják, hiszen az ellátás a közösségi pszichiátria ellátó rendszere felé halad. Azt gondolom, hogy miközben ez a szlogen elhangzott, a közösségi ellátórendszer és a járóbeteg ellátórendszer nem hogy fejlesztésre került volna, vagy kialakításra, hanem éppen elsorvasztásra került, és így a csökkentett pszichiátriai ágyak mellett az ellátórendszeren még nagyobb teher volt a fekvőbeteg ellátórendszeren, és a járóbeteg ellátó rendszer pedig nem került kiépítésre.
Ezzel kapcsolatosan egyébként a Pszichiátriai Világszövetség is tett egy állásfoglalást, amely éppen a legfrissebb számában Lege Artis Medicinében már megjelent, ahol ezen átalakítás elvekről lehet olvasni. Minek mentén kellett? Ez is hangsúlyozza, hogy a közösségi ellátórendszer nem egy olcsó megoldás, mindenféleképpen politikai akarat és hosszú távú politikai akarat és együttműködés szükséges ahhoz, hogy ezt a közösséget formáló ellátási rendszert, lakosság közé ellátórendszert kialakítsuk. Kell hozzá megfelelő számú szakember, a pszichiáterek számáról szó volt, nagyon fontos az, hogy a szakdolgozók száma is nagyon alacsony európai viszonylatban, és a területen dolgozó, ugyan van elég pszichológus, de a területen dolgozó pszichológusok száma nagyon alacsony, szociális munkások száma alacsony, és így tovább. Tehát lehet látni, hogy az egész ellátórendszer egy hiánnyal küzd, miközben az Európai Unióban a folyamatok abban az irányban mennek, hogy a lelki egészség kérdését fejlesztik, aközben Magyarországon ez megállt, illetve tulajdonképpen visszafordult. Ezért a javaslatunk többek között az, hogy a lelki egészség országos programját szeretnénk nem csak egy virtuális programnak látni, hanem egy olyan programnak, ami mellett kormányzati finanszírozás és megfelelő projektfinanszírozás áll, amely nem miniszteriális szinten maradt, hanem kormányzati szinten maradt, hasonlóan az egyedül egyébként kormányzati szinten létező drogstratégiához. És itt megemlíteném az alkohol stratégia kérdését, mert hiszen a drog, az alkohol és a lelki egészség összefügg, mint ahogy ezt hallottuk korábban, és ezek egymástól el nem választható programok, nagyon sok átfedés és kapcsolódás szükséges. Ez kicsiben megnyilvánul, hogy alkohol és szenvedélybetegeket ugyanúgy el kell látni a pszichiátriai osztályon, mert erre például az aktív ellátásban más infrastruktúra nem jelentkezik. És végül nagyon fontos a szociális terület kérdése, amelynek nagyon sok a szociális krízisben szenvedő részére jelentkező mentális probléma van. A hajléktalanok között a mentális betegségek előfordulása nagyon nagy arányú, és aki mentális betegségben szenved és nem kerül megfelelőképpen ellátásra, nagyon nagy a szociális rizikója annak, hogy hajléktalanná válik, és egy szociális krízis is alakul a mentális probléma. Végül én arról szeretnék beszélni a sajtó kérdéséről. Ezzel a 2009-es december 10-11-i öngyilkosság és depresszió konferencián kifejezetten foglalkozott egy téma a sajtóval, hogy a sajtónak mi a szerepe, hogy hogyan tálaljuk a mentális problémák kérdését, és hogyan tálaljuk azt, hogy ha valaki például befejezett öngyilkosságot követel, mennyire szenzációképpen tálaljuk, és ezzel a szenzációval mit okozunk, illetve például a hozzátartozóknak milyen kárt okozunk, hogyha nem megfelelően kezeljük a kérdést. Erre én hoznék egy példát, egy tegnapi, én előbbre megyek a kérdésben. Tegnap ugye a többek között az Indexen megjelent egy olyan cikk, hogy verték és megalázták a pszichiátriai betegeket Kiskunhalason, ez a főcím. Én azt gondolom, hogy ezt valaki főcímként így elolvassa, érezhető az a fajta stigmatizációs vagy beleképzelhető kérdés, miután ez nem egy kivizsgált ügy, ez egy kezdődő ügy, nem lehet tudni, hogy ez hol történt a címből, nem derül ki, hogy ez pszichiátriai osztályon járóbetegként, vagy egy szociális intézményben tartozó pszichiátriai szociális otthonban történt, mint ez utóbbiban kiderült, nem lehet tudni, hogy ez megtörtént-e vagy nem, tényként kezelik ezt a kérdést, és így tovább. Amire szeretném a sajtó megjelentjeinek a figyelmét fölhívni és a segítségüket kérni, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság is szeretne a jövőben egy kicsit hozzájárulni ahhoz, hogy ez a fajta hiteles kommunikáció a sajtóban megfelelő módon történjék, és a hitelességen azt
értjük, hogy ne legyen félreérthető a kommunikáció, illetve az, ami tényszerű, az tényként jelenjen meg, és ami a ténynek egy feltételezett magyarázata, az pedig ez jöjjön le. Én azt gondolom, hogy a 30 éves kongresszusunk mindemellett a problémák és a nehézségek mellett remélem mégiscsak egy ünnep lesz, és ahol együtt ünnepeljük ezt a 30 évet a közösségek szolgálatában, és ebben a szolgálatban a sajtó is részt vett, és el kell mondjam, hogy önök közül nagyon sokan segítettek is, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen a sajtó hozzáállása is ebben a kérdésben azért változott. Nagyon sokszínű, de szeretnénk, hogyha ez továbbra is így maradna, és ez az együttműködés